sziasztok kedves emberek! Hát történelmet írunk ma, még nem én, de minden, 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 egyben van remélhetőleg, még nem omlott össze a világ. Húha, hát én is itt, ahogy hazaértem, néztem meg közben is így a folyamatokat, hogy elképesztő, hogy, hogy, hogy mi történik, és igazából szemlélni ezt és megfigyelni, egészen különleges érzés. Nyilván beszélhetünk ezeknek a, az összetevőiről, elemeiről, hogy én mit gondolok. Mit nézik 32 ezeren? Hát mit nézték egy pár perc ezelőtt még 48 ezeren? Akkor csináltam egy screenshotot, hogy mondom, így -e? Mit fog erről holnap mondani Happy Hourban a pisdi? <laughs> Valószínűleg semmit, ahogy nem tudom, lehet, hogy meg leszemlítve, de nem feltétlenül az, hogy nekik ez egy ilyen nagyon ö, nagy örömhír, vagy egyetlen hír. 49 ezer néző, nem hiszem el már. Hát meg volt az 50 is, ja. Szóval ez mindenképpen egy magyar rekord, szerintem még a, a Rubent, meg a... Na mi volt még a... És ismét egy kis Fortnite, na mindig elfejtem a nevét. Ze nem Ze Chris, Chris advice. na őt nézték még nagyon sokan de de szerintem ilyen 15-20 ezer volt a max. Szóval Chris advice is, meg Rubent is egy időben nagyon sokan nézték, aztán... 30k volt talán? Jó, hát akkor ez, ez, magasan, ez majdnem megduplázza azt a rekordot. Szerintem kamuzike. Ez most egy nagyon nagy trend. Igazából ők egész nyáron rengeteget kamusztak, de úgy csinálják, hogy ők ezt egy hackként fogják föl. Általában nem volt bántó, általában nem volt olyan, ami akkora nagy átverés vagy klikbét lett volna. Hát ez a Twitchen történik. Hát hogyan klikbételsz a Twitchen? Hát nyilván felépített különböző helyeken, megágyazol neki. De az, hogy erre ekkora az érdeklődés, és erről beszélgettünk itt Szabó Viktorral még a stream előtt, miatt elnyitottam, hogy valószínűleg ez, annak a, valószínűleg ez annak a, következménye, hogy egy csomó ember nyilván nem akar lemaradni, hogy hát történik valami, ami eget rengetően nagy dolog. Aztán rájönnek, hogy valójában nem olyan nagy dolog, és akkor a második érzésük meg nyilván az, hogy Úristen, hogyha ez komoly, akkor nem már Jézusom, mennyire durva lenne, ha ez komoly lenne. Tehát mindig benne van az, hogy mi van, ha igaz, és szerintem nyilván a, ez nem a 30 pluszos generáció az, aki erre rátapad, és ott ül órákig, és lerágja a körmeit, hogy Jézusom mi lesz. 47 k az elején. Én azt, azt se értettem, hogy ugye az volt kír, hogy 6 órakor jön, de aztán 7-kor jött. Tehát, hogy e -e meg ugye az igényesség, egy csomó dolgot ez is felülír, amit sokan gondolhattak arról, hogy a tartalomgyártás, meg az, hogy hogyan érdemes felépíteni magadat, hogyha azt akarod, hogy sok ember érdekeljen a, a te sorsod. Hát ez ez nagyon sok mindent megváltoztat, bár nem tudom, nyilván már most tetten érhető, hogy nagyon sokan próbálják ezt másolni. Itt most egyből a mosómedve marcéknak a fake beefjüküt eszembe a papaszitával, akiről kb. Annyira, annyit tudok, hogy kicsoda, amit még a jó van ez így behallgattam autóban, hogy ők se tudták, vagy az Ádám se tudta. Nem is hiszem, hogy én nekem... lehet, hogy kellene foglalkoznom ezzel, hogy tudjam, hogy mi ez a jelenség, meg, meg miért érdekli az embereket, de valójában a semmiből jönnek, az a kérdés, hogy meddig képesek fenntartani ezt a feszültséget, ezt a hype-ot, illetve hogyha lenyugszik ez a hype, akkor ebből mit tudnak megtartani maguk számára. Egyáltalán mi a történés? Az a történés, hogy a két okos csinált egy 24 órás live-ot, amiben megnézték azt a videót, amit ma én is meg akarok nézni, direkt nem néztem meg, amiben a Balázs Kix ben cipő, sneaker túrán vannak, ott igazából jól megmutatja azt, a karakterbe akarnak kerülni, akkor milyen a személyiségük, hát nyilván nem önazonos, de ez a karakter, amit hoznak. Csináltak 24 órás live utána elkezdtek pókemberre játszani, nyilván megunták, aztán nem tudom éjszaka hogyan mi történt, de abban maradt a stream, és akkor ez gördült át abba, hogy, hogy őt Olaszországba üldözte, vagy odáig, vagy el kellett menekülnie valaki elől, aki az életére tört, mert csúnyát mondott róla, nem valószínű, még ha valószínű lenne, akkor se hiszem, hogy tartalmat gyártana belőle valaki, de nyilván nem ez a lényeg, hanem maga a jelenség, az, amit, amit maga körül ezt fel tud építeni, és ez az ijesztő benne, hogy gyakorlatilag semmi elemét nem tartal, tartalmazza, szerintem szinte azoknak a dolgoknak, amikből eddig óriási hype-ot generálhattak az emberek, vagy hát nem volt óriási hype, nem volt ilyen jelenség. És ezt se értjük. Nem botok. Az az durva, hogy nem. Nem, szinte minimális esélye van annak, hogy ez botolt, mert akkor meg tudnák csinálni egy ö, olyan tartalmat, amiről még el is hiszed, hogy botolt, de erről... Nem. Tehát, hogy itt, itt meg volt ágyazva ennek az egész dolognak. Az, hogy az ilyen mennyiségű ember a Twitch-en érdekelt lesz ebben, az számra meglep, hogy pont ezen a platformon, ahol aztán nem, nem olyan nagy a magyar forgalom. Nixi Queen 18, köszönöm szépen az első napos tagságot. Hello. Money, money, money. És kenyő lége. Én azt gondolom, hogy ezek, ennek a fiatal generációnak, tehát az ilyen 20 se éveseknek, inkább a cloud inkább a hírnév, mert gyakorlatilag az az, amit nem tudsz pénzért megvenni. Tehát, hogy, hogy azt, azt nem, azt nem tudod így hirdetésekből megvásárolni, hogy az emberek téged kedveljenek, aggódjanak érted, óvjanak mindentől, kövessék az életedet. M meg lehet ágyazni pénzből is nyilván, megteheted azt, hogy Lamborghini-kkel de az már az a szint, amit azért nem, nem túl sokan engedhetnek meg maguknak. Hanem, hanem sokkal inkább az, hogy, hogy olyan vagy, mint aki mint a te generációd, a korosztályod, és abban, abban a nem tudom, lélektani helyzetben, amiben ők vannak, abból látod nagyon jól, hogy mire figyelnek fel. 49, az csak egy Twitch bug volt, 35k volt a Legit, ez alatt pár nap alatt kb. 20k követőt szereztek, nagyon sok szubot is, persze, nagyon sok ember támogatja. Nyilván a rossz oldala az, a, az ami, hogy most érted, aggódj valakiért, aki valószínűleg nincs is bajban, de mi van, ha? A Viktor azt az analógiát hozta, hogy nem tudom, meg akar -e osztani, és bocs, hogyha ezt így most itt elmondom, Viktor, de ő azt az analógiát hozta, hogy az elekrobéknál is, meg az ilyen horror videósoknál is ez a tetten illetve, hogy a kisgyerekek tényleg elhiszik, hogy mondjuk elekrobi úgy megy be az erdőbe, na most viszont engem bebotoltak, vagy valami van. Mert itt most, uh, itt most nem értem, mi történik a followoknál, vagy én nem, nem vágom. Jó, nyugodjunk meg. Igen, tovább ebben nagyjából az van benne, hogy, hogy félted kisgyerekként azt, akit, akit szeretsz, akit kedvelsz, ugyanúgy, mint a testvéredet, a legjobb barátodat, mert még, még, még azt gondolod, hogy, hogy ezzel is úgymond, ezzel a féltéssel is hozzájárulsz ahhoz, hogy, hogy az egész dolog ez, ez ilyen közös legyen. Pedig nyilván nem kell félned, mert a következő videó, meg az, hogy Elekrabi megy az erdőbe, a, attól neki, attól aki, a, semmi baj nem lesz. Az, hogy kamu meg fék, azt úgy érzem, hogy nagyon sokan el is fogadják el is fogadják, és mind ezzel együtt kedvelik, már csak azért is, mert látják, hogy ez milyen óriási tömegeket megmozgat, az tisztelet ebben benne van. Ugyanakkor meg sokan meg ugye, akik nem értik, vagy nem azt, hogy nem értik, hanem nem tisztelik ezt, vagy, vagy nem akarják ezt ennek a, hogy mondjam, a súlyát úgy felfogni, hogy, hogy ez mekkora szó, hogy ilyen egyetem meg, meg lehetséges, az, az, azok, azok, pedig nem, 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 hiszem, hogy eljutnak odáig, hogy, hogy lássák, hogy a, a legfiatalabb generáció az, az miért, miért és hogyan figyel fel ezekre a dolgokra, hogyan fedezi fel ezt. Szóval Sztori szerint PSG Ovi testvére papaszita nagyon megharagodott egy viccén, és elment megverni erre stream közben, elmenekült üres szobát néztek nap 10 tízezren, egész nap kódokat raktak a címben, egyik azt jelentett, hogy 17 órakor legyetek itt, most meg Glaszországban hogy ezt igen, igen, köszönöm szépen, hogy te is összefoglaltad. Ez amúgy fék. Hát, most azt mondom, hogy 100% hogy fék, az változtat bármit? Az változtat akármin is? Ebből a szempontból, ha így vizsgáljuk, hogy hogy az eredménye meg ez, és az emberek most mondhatják azt, hogy ó, oh, de mi van, hogyha átver minket? De hát akkor is mi van, ha igaz, tudod. Úgyhogy így addig próbálják fenntartani ennek a látszatát, ameddig érdekes. És ha nem érdekes, akkor jön egy következő téma. A legnagyobb kérdés az az, hogy meddig lehet ö, nagyjából ugyanerre az érzelmi. Ö, hát nem tudom, fonára, vagy ilyen szentimentális kapcsolatra fel, fel, felfűzni ezt a dolgot. Mert hogyha ha megnézzük közelebbről, akkor való, valójában ezek csak ilyen egyszerű érzelmek. Hogy én azt akarom, hogy, hogy nem maradjak le arról, hogyha valami történik azzal, akit mindenki ismer, mert hogyha lemaradok, akkor nem lesz, nem, akkor nem lesz, nem lesz annyira az enyém, ha nem vagyok ott. És a, a Fear of Missing Out szerintem még így nem tudott megjelenni a magyar interneten, mint ahogy a két okosok megcsinálták, ami mindenki eldönti, hogy tetszik, nem tetszik, jó vagy nem jó, hogy ez tartalom-e, vagy ez, vagy ez egy... Hát tartalomnak az, szerintem azt ki lehet jelenteni, hogy ez mennyire értékes tartalom, mennyire időtálló tartalom, na az ott, ott, kezdődnek a kérdések. Valójában ott van az, hogy, hogy ezt már nem, nem tudod így definiálni. Na De kisgyerekek nem fognak felbaszolni, akkor kiderül, hogy az egész átbaszás. Miért egy Kresszer videónál, amikor 24 óráig, tudom én, színes ételek, vagy nem színes ételeket teszik, mert ott még nincs annyi kamuda, ami áll egy helyen, vagy van itt, meg ott, és 8 perc a videó. Nem, nem. Az van, hogy hogy ugye, amit, amit régen még azt gondoltuk, hogy ami a tévében megy, meg a rádióban, azt elhiszik a, a nagy szüleink, az most talán a gyerekeknél is ugyanúgy látszik, hogy ha nem is hiszi el száz százalékig, akkor is úgy tesz, mintha elhinné, mert ahhoz a tömbhöz akar tartozni, akit ő úgymond, nem tudom, izgalmasabb, érdekesebben képviseli, Ö, és ebben az az érdekes, hogy ezt a fajta színlelést, vagy ilyen fékséget, vagy kamuságot próbál, csinálják ők nagyon hitelesen. V vagy legalábbis annyira hitelesen, hogy, hogy ezt befogadják sokan. Üd meg a hype-ot, csöcsök és seg, vagy félj egy játszótéren sötétben. De tudod, hogyha, hogyha, nem, ha nem nyomod fullba ezt a dolgot, akkor viszont nem fog működni. Én nem tudom, mi ez a rengeteg követés. Ez view bot? Vagy most mi történik? Ja, hogy... Ja, hogy minket is ezer valahány százon néznek. Gondolom azért, mert a két okosról beszélünk. Tehát, hogy ennyire érdekli az embereket. Nem szokott itt ennyi ember lenni, soha nem volt még ezen a streames ennyi ember, de elkezdek arról a témáról beszélni, ami éppen történik, és lehet, hogy valakit például az érdeke, hogy valaki más mit gondol arról a témáról, ami éppen történik. Ugye? Papaszita bebotolt. Itt van az, ellen, az ellentábor. Nem. Valszer... de ez is érdekes, nem, hogy a Twitch-en. Tehát aki például két jön, hogy találtatok a Twitch-re? Tudtatok erről a platformon? Nézzetek itt bárkit? Érdekel titeket az, vagy kizárólag azért vagytok ezen a platformon, mert kíváncsiak vagytok arra, hogy ők mit tudnak kihozni ebből, és mivel ezt választották, és nem a TikTokon nyomják a live-okat, meg nem NPC, euh, euh, tudom én, euh, minek hívják ezt? NPC live-nak? Mondom, annak hívják ezt. Nem valamilyen ilyen, ilyen gyökedszerű dolgot csinálnak, hanem kitalálnak valamit, felépítenek, akár egy kamu dolgot a pranknek is lehet nevezni, bár szerintem ez ilyen gúnyos kifejezés lenne, mert ez nem prank. Ez egy megtévesztő, de szórakoztató élmény, aminek, hogyha részese vagy, akkor olyan, mintha el, tudnád hinni, hogy valójában átértél egy ilyen kicsit traumatizáló, de kicsit megfeltöltő élmény. Csak azért töltöttem, mert két okos van. Köszönöm szépen, szerintem nagyon sok embernek a kérdésére válaszoltál. De Érted, honnan tudod, hogy a két okos van? Tehát volt YouTube csatornájuk, Fortnite-oztak, beszélgettek, csináltak pár vlogot. Nem annyira, nem annyira volt ennek hype-ja. De amint ráéreztek arra a srácok, hogy mi az, ami tényleg érdekli az embereket, mi az az élményben amiben tényleg részt akarnak venni, mi az a kapcsolat, amiben ilyen közelről tudsz rájuk hatni, és hogy ezt ilyen rövid idő leforgás alatt képesek voltak lenyomni, na az a nem mindegy. TikTokon is fel van hype -olva. Jó, de én azt gondolom, hogyha, nem, hogyha TikTokon csinálnának egy 50 es live akkor nem tudom, hogy az, az akkorát szólna, mint hogyha twitch a olyan platformon, aminek uralkodói vannak évek óta. Hát nem változott a, a top lista az elmúlt, nem tudom, 8 év, vagy amióta van rendszeresen mondjuk VR tartalom a Twitch-en. VR, Nessai, oké, okay, Focus csoport megjelent, de értitek, ezek is töredék számok ahhoz képest, amennyit ez a két srác meg tud szólítani. Szóval ez minimum egy, 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 bravúr, egy, egy elképesztő, egy, egy elámító dolog. Onnantól fog ez, ez átcsapni egy, egy nagyon érdekes jelenségbe, hogyha masszívan beültetik a szponzorokat, amik nem tartoznak már az ő szférájukba. Például a mai streamben, aki itt marad, az megnézheti a Fantának a legújabb Instagram kampányát, amiben nagyon sok magyar influencer ott van, de olyan hiteltelenül tudják kommunikálni, mert alapból ez egy olyan brand, amin rajta van öt mázsa, máz, meg gics, meg brendeltség. Szóval, hogyha két okos azt mondja, hogy íjatok fantát, lehet innátok fantát, de egy picit talán meg is kéne indokolniuk, nem? Szóval, náluk ezt nagyon okosan kell. 44k az magyar rekord? Szerintem igen. Én pont azt beszéltük, hogy ilyen Chris Advice csúcsidejében volt nagyjából az a, az a 30k, én olyan 25-30k ja, 25, lehetett. Tökre bírom őket, mint, Ja, és a személyiségük az meg, az meg elfogadható, tehát nem bántó, nem azt érzed, hogy hogy, hogy jó, hát én legalábbis nem azt érzem, hogy, hogy trigger rossz értelemben. Én azért nagyon sok tartalmat fogyasztok a magyar YouTube-on, tényleg sokat. Velük szemben ez nem merült fel. Sokkal inkább csodálkozom azon, hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy, mondjuk nem abba fektetik a, az idejüket, hogy hogyan vegyenek jobb kamerát, vagy hogyan csinálják meg úgy a streamet, mint a tökéletes lenne, mint egy Avid megcsinálja mondjuk a streamét, vagy a VR-a VR podcastit, hanem mi csak nyomjuk. Ez az, ez a, mi, ezt megpróbáljuk megmutatni nektek, hogy mi mit találtunk ki. És ez működik. Szerintem az elég szánalmas látszik, mennyire fék, de persze az is benne van a pakliban, hogy valamit tényleg kihoznak ebből, egy még nagyobb csavar, de persze fene tudja. Amúgy igen, ez is benne van. Jól mondott Bogi, hogy mi van, hogyha pont most történik egy még nagyobb csavar, ami az egészet még a duplájára emeli. A négyzetére emeli. Na, a chat elég kaotikus, telefonszámokat küldözgetnek, rendőrt akarnak hívni, hételnek. Figyelj, ilyenkor a chat az már egy, az egy ilyen nagyon volatilis, ilyen, ilyen abszolút értelmezhetetlen massza. Itt most már a mi chatünk is nagyjából az, mert mindenki szeretné egy kicsit formálni a beszélgetést, de ugye lehetetlen, mert ennyi irányban nem lehet figyelni. Én se tudok, meg ti se tudtok minden chat üzenetet elolvasni. Közben figyelni rám, közben nézni, hogy a két okos éppen, vagy az ice éppen hol tart, most a kolosseumhoz eljutott, -e, most ott mit fog csinálni, moderálhatatlan volt, biztos vagyok benne. Aki ott moderálni próbált, most az tehát a, 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 az egy percre lassított chat, tehát az egy percenként írhat, se működhet. Tehát, hogyha 50 ezer vagy 40-valány ezer ember nézi. 500-800-nál elszáll nagyjából a moderási lehetőség, biztos így van, de szóval vannak olyan streamerek, akik átlag 20-30 ezer Euh, élő nézővel nyomják itt a Twitch-en, és ha megnézed azokat a cseteket, ott kb. úgy van moderálva, hogy már annyira sok tabu szó van, hogy nem tudsz olyat leírni, ami annyira vállaltatlan lenne. Illetve a cset is alkalmazkodik, tehát gyakorlatilag azt látod, hogy van egy reakció, és mindenki spelmeli azt, hogy kek, lol, dupla vl, és szerintem ez a két okosoknál nagyjából organikusan ugyanígy működik. Nem tudja egy új néző, amikor oda kerül a két okos elé, hogy most mit kell csinálni, de látja, gyakorlatilag 10 perc alatt ráérez, hogy mi a dinamikája ennek a chatnek, aminek értelme nem sok van, mégis a hype-hoz hozzá tartozik. Nagyon szorosan. Le van like, a telefonszáma mind a két okosnak. Lehet, hogy már nem uralják a helyzetet annyira, amennyire szerették volna, vagy amennyire korábban kitalálták, hogy ez a helyzet uralható lehet. De miben? Chat, csináltunk egy szavazást, hogy bármi. Szerintetek számítottak arra, hogy ennyi embert fog érdekelni? Egyáltalán felfogták azt, hogy ez ilyen sok mindenkit meg fog mozgatni? Pont ez a dolog? Amikor csináltak sokkal, hogy mondjam, színesebb, szagosabb dolgok? Én, én nem hiszem. Én nem hiszem, hogy erre bárki számított. Közülük is. Tehát beleértve őket is. Le lehet, hogy a <laughs> lehet, hogy a Balázs Kix most ott ül és így néz, hogy, azt, hogy én hogyan tudnám ennek megcsinálni a dupláját? De valahogy azt érzem, hogy nem fog erre sor kerülni. Mert a Balázs rendkívül okos, meg nagyon tehetséges, ahogy felépíti a, a brandet, viszont ö, ő is sokszor másokra hárítkozik, meg rengeteg a fake videója, rengeteg a beépített emberes téglás shorts videója, ahol minden második komment az, hogy ez fake bro, és azért ott van az az 1000 dislike a 10.000 like mellett. Most tudtok itt szavazni twitch hogyha megnézzük a szavazás végén, hogy vajon mit gondoltok ti, hogy számítottak erre rá, hogy ez ennyire kijut? itt óriási szám lesz. Biztos számítottak arra, hogy lesz valami hype, de hogy rekordokat döntenek, arra biztosan nem. Na van benne valami. Amikor Prime-ot vettek meg itt, akkor is nézték őket 5000. De az 5000, szerintem nem 50.000, hangyusz. Hey, wait a minute, az 10 annyi ember, és magyar, magyar Twitch-en, tehát hogy semmilyen live-ot nem néztek szerintem ennyien. Youtube-on se. TikTokon nem vagyok benne biztos. Mi, mi a legtöbb, mi a legnagyobb szám, köszönöm, hogy szavaztatok, 81 azt mondja, hogy nem számítottak rá, mi az a legnagyobb szám, amit élő nézőben, live nézőben, magyar TikTokon láttatok valaha? Hát k követőjük volt két nap ezelőtt most 95k. Easy. Easy. Ilyen számok mellett easy. Hát persze, fele annyian nézik őket Twitch-en, mint amelyik követőjük van, és ez a szám ez közel ezer. És nyilván ez a chat ugyanúgy, mint most már kb. a miénk moderálhatatlan. Nem, nem, nem le most a modikat. Még speedet is ennyien nézik átlagban, Youtube-on 10 milla követővel. Mondjuk excuse se nézik sokszor olyan nagyon sokan. Tehát őt se nézik 50 ezeren állandóan. Ezután szerintem hívjátok meg őket egy podcastba. Én már megpróbáltam, azt mondta nekem az Ice, hogy akkor jön el, hogyha már ők is ö, kitették az első podcastjukat. Nem valószínű, hogy tehát, hogy most ők nem fognak tudni igazából mit kezdeni a felkérésekkel. Gondoltak bele, hogy ki az, aki nem szeretne velük a, azokon a magyar ö, platformokon valami közös tartalmat csinálni, aki, aki eddig azt se tudta, hogy mit kezd. Mindenki őket meg fogja hívni, mindenki ugyanazokat a kérdéseket felteszi, mindenki csodálkozni fog, mindenkinek lenyűgöző lesz, hogyha elvállalják. Hogyha okosak, akkor valószínűleg nem az alapján döntenek, hogy ki nagyobb, vagy ki kínál többet, hanem megérzés alapján, intuíció alapján, ahogy eddig tették, hogy eddig csinálták. Hatalmas TikTok promó, amit csináltak, az nagyon hozzá tett. Azt gondolod, hogy egy TikTok promó? De közben itt várom, hogy milyen számokat írtok. 12.800 nézővel most kétokos lávon. Ö, arra vagyok kíváncsi, hogy TikTokon mi volt a legnagyobb szám, amit élőben láttatok. Nem, nem a két okoson, bárkin. Hogy volt-e nagyobb ennél? A durva a család. Amúgy igen. Hát figyelj, az van, hogy egy picit alább hagy, hogyha, hogyha már csökken a feszültség, akkor valószínűleg egy csomóan vagy elkattintanak, vagy mert késő van, és mondjuk sok fiatal nem tud odajönni. Ezért is voltak okosak, hogy nyilván ez adottság volt, hogy nyári szünetben, amikor nem kell sulizniuk, akkor indították be ezt az egész dolgot, és most, hát nem tudom, hogy most járnak-e suliba. Mondjuk ezer, nem tudom, 300 twitch ami nekik van, az még azért nem az a elképesztően sok összeg. Elképesztően nagy összeg, így havonta. Mondjuk a TikTokon 12k top galambos csinálta, igen? Persze az követően rendelkező streamerek belírták a live címe, hogy két okos, és a hype miatt jelenleg őket is több százan, akár ezren nézik. Nagyon durva. Nagyon durva. Ennyi. Oda kattintanak, felfedezik ezt a platformot. Egyébként ez a pozitív hozadéka, ami sokszor egyébként nem annyira valódi, mert elég rövid távú, hogy egy csomó új ember felfedez egy olyan platformot, ami egyébként neki lehet, hogy szórakoztató, mert lehet nem is láttak ilyet. Lehet, hogy soha nem volt meg, hogy hallgattak embereket beszélgetni, az a témákról, mondjuk a legtöbb tartalom a magyar Twitch-en azért videojáték játszás. És akkor van egy-kettő variáti streamer, meg van egy-kettő ilyen videó podcast jellegű dolog, vagy, vagy reakció stream, mint a miénk. Egyetemisták nem? ott elég az utolsó az EH hétre tanulni. Hát, pff, hát ők fönnmaradnak nyilván. Nem is az egyetemisták, hát a középiskolások is, csak az annál fiatalabb koroszára gondoltam. Mert most egy Twitch-et érted elindítani, hát az nem nagy kaland. Most ebben Rómában két és Igen, ezt tudjuk, ezt tudjuk. Hát nyilván, aki aki itt lesz egész este, az majd ezeket a témákat fogja keresni. Ez az, mint amikor megnézel egy filmet a moziban, de nincs ott valaki, akivel meg tud beszélni, vagy megnézel a Netflixen, vagy akárhol, és utána ki akarod beszélni, hogy mi történt. hogy most mit lehet erről kibeszélni, azon kívül, hogy megtörtént? I don't know. Sajnálom, hogy ennyire, hogy ennyire valahol be fog robbanni a magyar Twitch. Hát én nem tudom, hogy ez a Twitchnek a... Hogy a Twitch ez mit tud hozzátenni, igazából ez még mindig nem egy tökéletes platform, sőt nem igazán jó sok mindenre, hogy felfedezzenek. Lehetséges, hogy azért, mert nem csinálsz a jó tartalmat, ez is benne van.